Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás és az Ultrahang mai külön kiadásában Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének kárpátaljai látogatásáról fogunk beszélgetni, mint ismert Dmytro Kulebával, az ukrán külügyminiszterrel, valamint Andriy Jermakkal, az ukrán elnöki iroda vezetőjével találkozott Szijjártó Péter. A Kárpáti Igazszó számolt be arról, hogy hatalmas média érdeklődés mellett zajlott az Ungvárhoz közeli Verhovina hotelben ez a találkozó, ahol többek között Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és a Magyarország álláspontja következetes, kiállnak Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor viszont az az elvárásuk, hogy a magyar kisebbség visszakapja a 2015 előtti jogokat. Azt mondta Szijjártó Péter, hogy nem kérünk sokat, 11 pontban foglaltuk ezeket össze, köztük az iskolai jogállást, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségét, a magyar nyelv használatát a kultúra és a felsőoktatás területén, és nagyon fontosnak nevezte, hogy közös határon átnyúló infrastruktúrális fejlesztések tekintetében is tudtak pozitív eredményeket elérni. A témában először Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük, ezt követően pedig Kis Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője lesz a vendégünk. Tartsanak velünk! A vonalban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, vele értékeljük az előzményeket, Szijjártó Péter és Dmytro Kuleba találkozóját, illetve a várható folytatás. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jobbot kívánok, köszönöm szépen. Azt mondtam, mielőtt bekapcsoltuk a felvételt, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy miről szólt a magyar és az ukrán külügyminiszter találkozója, érdemes ismerni azt is, hogy mi történt az elmúlt órákban, az elmúlt 24 órában Ukrajna tekintetében. Egyik legérdekesebb számomra az volt, hogy tegnap este a Német Közszolgálati TV 1-es csatorna egy órás riportot közvetít ezzel az kéről. Érdekes volt, hogy az egyik legismertebb német riporternő ment ki, és egyszerűen dadogott. Alig mert kérdezni. A riport 25 percen sikeredett, és Zelenszky elképesztő dolgokat mondott, minden szép, minden jó, visszavárják-e a nyugaton élő ukránokat, dehogy várjuk vissza, semmiféle problémánk nincs, az ukrán hadsereg 880 ezer fővel a világot végi. Egy dologra van szükségünk, mondta, hogy akik kint dolgoznak, az adójukat küldjék haza. Na most itt véget ért a műsor, mert ez akkora marhaság, hát nyugaton levonják az adókat. Tehát azt kérni, hogy küldjék vissza, ez egyszerűen ostobaság. A következő az, hogy az elmúlt 24 órában megállapodás született Ukrajna és Szlovénia közt fegyverszállításról. A görögökkel 200 millió dollár értékű orosz fegyvert adnak át az ukránoknak. Ezt az USA fizeti ki, zárójel bejegyzem meg, semmilyen hír nem jelent meg arról, hogy mi lesz a pénzzel. Nyilván a görögök amerikai fegyvereket fognak venni. Nagyon érdekes volt, hogy az amerikaiak ugyanolyan nagyságrendű F-16-os küldtek, mint Görögországnak, mint Törökországnak. Tehát a két egymással szemben álló NATO-tag közt próbálják az egyensúlyt tartani. USA ellenőrök érkeztek az elmúlt 24 órában Ukrajnába, hogy ellenőrizzék, hogy mi történt az oda küldött amerikai fegyverekkel. Hát néhány érdekesség lesz, tegnap derült ki, hogy 40 millió értéki leszállított fegyverkével egyszerre kifizették a ukrán költségvetésből is a fegyvereket. Hát ez elképesztő mennyiségű tüzérségi lőszert jelent, nyilván eladták a fekete piacon. Tegnap kezdődött el Ukrajnába a hadseregen belül az élelmiszer raktárok ellenőrzése, hogy nyat számítak 400 alány geriokorita hiány. A következő az, hogy ön mondta, most van a magyar-ukrán találkozó. Mi a magyar stratégiai cél? Elég volt abból, hogy sorra nyírbálják meg a kisebbségek jogait, zárójelbe jegyzem meg. Itt Ukrajna számára nyilvánvaló a főellenség Oroszország, de a kisebbségek jogait ugyanúgy megnyírbálták a románok esetében, mint a magyarok esetében. Kárpátaljáról már az úttérő magyarok jelentős része, vagy elmenekült, vagy elüldözték. Pár pillanatot lehetett látni Szijjártó külügyminiszter úr nyilatkozatából, ahol látszott az ukránok megdöbbent arca, nem szoktak hozzá, hogy valaki kimeri mondani számukra az igazat. A helyzetet bonyolítja, hogy a cél az ukrán és magyar vezető találkozójának az előkészítése, nyilván mindent megtett Ukrajna, hogy erre a találkozóra február 1 előtt kerülhessen sor, hogy meggyőzze Zelenszky Orbán Viktort arról, hogy Ukrajna kapja meg az 50 milliárd eurós támogatást. Zárójelbe jegyzem meg, hogy már Ukrajna azt elérte, hogy 2025-ig
semmit nem kell visszafizetni a világnak. Én biztos vagyok abban, hogy 2021 után sem tudnak semmit visszafizetni, de az 3 év olyan messze van, hogy arról senki nem hajlandó beszélni. Az európai csúcs előtt a feltételek rendkívül vegyesek, nagyon sok nyugati delegátus azt mondja, hogy nem szabad pénzt adni Ukrajnának, a katonai célok, amiket meghirdettek, ami abból semmi nem jött be. Egyre több nyugati szakértő mondja azt, hogy egy évig Ukrajnának védelemre kellene berendezkednie, ezt a ukrán hadsereg támogatja, az ukrán politikai vezetésétől elzárkózik. Tehát nagyon-nagyon érdekes óráknak és napoknak nézünk elébe. Azt szinte ki lehet zárni, hogy Orbán Viktor és Zelenszkij találkozója február 1-e előtt az Európai Uniós csúcs előtt létrejöjjön? A válasz az, hogy semmit nem lehet kizárni. A kérdés az, hogy a külügyminiszteri találkozón meg tudnak-e állapodni. Tehát nyilván a megállapodás egyik eleme az orosz-ukrán háború rende. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az elmúlt órákban Putyin meghívta Erdogán pontosan erről a témáról Ankarában egy konferenciáról. De a fő kérdés a magyar-ukrán relációban kint élő magyarok élete, lehetősége, jövője. Nagyon sok magyar elpusztul sajnos ebben a háborúban, hogy mennyi a magyar sebesültek aránya, azt nem tudjuk. Egyre több ukrán települ be a kárpátaljai területre, és változik meg a térség nemzetiség összetétele. Tehát ha ezekben a kérdésekben lenne néhány órán belül egy stratégiai megállapodás Budapest és Kijev között, akkor föl lehetne tenni ezt a kérdést, hogy a hátrévő 48-72 órában van-e értelme egy csúcs találkozónak. Ha ilyen megállapodás nem születik, akkor nyilvánvalóan nincsen. Dmytro Kuleba egyébként azt mondta, hogy a találkozót követően, hogy Szijjártó Péter felsorolta azokat a kérdéseket, amelyek pontosítást, kiigazítást igényelnek ebben a vetületben, létrehoznak egy operatív munkacsoportot, amelynek 10 napja lesz arra, hogy megoldásokat találjanak a kisebbségi kérdések végleges lezárása céljából, amit kormányközi bizottsági szinten kívánnak rendezni. Ez azt jelenti, hogy 10 nap alatt meg lehet azt oldani, amit egyébként meg hosszú éveken át nem lehetett? A válaszom az, ez politikai szándék dolga. Ha megnézem, Szijjártó mellett a nemzetiségi kérdésekért felelős államtitkár Potápi úr ült. Tehát magyarul minden meg lehet oldani, ha Kijev erre hajlandó, és Kijev ezt fölvállalja. Ha Kijev nem vállalja föl, akkor viszont nincs miért tárgyalni. És Szijjártó Péter pedig arról beszélt, hogy 2015 óta lépésről lépésre születtek olyan jogszabályok, amelyek a magyar kisebbség jogait csorbították. Nekünk van egy elvárásunk, ez pedig az, hogy a magyar kisebbség visszakapja a 2015 előtti jogokat, nem kérünk sokat, és ezeket össze is foglalta. Többek között az iskolai jogállást, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségét, a magyar nyelv használatát a kultúra és a felsőoktatás területén. Akkor elképzelhető, hogy 10 nap múlva itt teljesen megváltozik minden? A válasz az, hogy elvileg igen, a valóságban azért nehéz elképzelni, hiszen ukrajnai nacionalista háborúban álló ország. Ha ezt megteszik a magyarok felé, akkor ugyanezt meg kellene tenni a többi ott lévő kisebbségben lévő nemzetek, többek közt a románok, a görögök és nagyon sok egyéb nemzetiség felé. Meglátjuk, hogy ezt fölvállalja a kijevi vezetés. Illetve azt is elmondta az elnöki iroda vezetője Andriy Jermak, hogy szó volt az Orbán-Zelenszkij találkozóról, és közelebb is kerültek ehhez. Na most ugye február 1-e az holnap után van, tehát 3 nap van arra. Nyilván akár Brüsszelben is lehet találkozni, meg sok esély van arra. Azért fontos ez az ukránok szempontjából, hiszen legutóbb Orbán Viktor vétózott az Ukrajnának nyújtandó támogatások kapcsán. És itt merül fel, hogy mire számíthatunk a mostani EU csúcson, a tanár úr mire számít egy újabb alkuért, egy újabb uniós támogatási csomagért, akár megszavazza ezt a magyar miniszterelnök, vagy itt továbbra is marad a vétó? A válaszom az, ezt 72 órával az események előtt lehetetlen megmondani. Nyilván az Európai Unió keresi a kompromisszumokat, nyilván Budapest és Orbántól is keresi a kompromisszumokat. Ha ezeket a kompromisszumokat megtaláljuk, akkor előbb belép Brüsszel is, Budapest is. Az, hogy lesz-e 72 órán belül Zelenszkij Orbán találkozó, ez minden fontossága mellett most a brüsszeli döntés mellett másodlagos. Viszont az elképzelhető, hogy Szijjártó Péter és Dmytro Kuleba megbeszélték azt, amit egyébként Orbánnak meg Zelenszkijnek kellett volna, tehát akár ezzel a vétóval kapcsolatban, vagy Ukrajna támogatásával kapcsolatban külügyminiszteri szinten is lehet döntést hozni? A válasz az, hogy minden szinten lehet döntést hozni, és Szijjártó Péternek erre nyilván megvan a felhatalmazása, hogy Kulebának megvan-e, nem tudom. Zelenszkij rendkívül ügyel arra, hogy mindenütt ő szerepeljen,
ő adja a sómisort. A tegnapi nyilatkozat engem azért döbbentett meg, mert a válaszai 2-3 percesek voltak, és volt ilyen 2 perc, hogy majdnem elsírta magát, majd mosolygott, tehát összes színészi képességét elővette, nem tudom átengedni, hogy egy ilyen fontos ügybe a külügyminiszteret döntési pozícióba. Ezek őszinte érzések Zelenszkij részéről, vagy színészkedések ön szerint? Szerintem a kettő kombinációja, ő a 2 évtizedekig színész volt, nem tudja a kettőt szétválasztani. Én egyszerűen megnéztem azt, amikor beiktatták elnöknek, miket ígért, oligarchák felszámolása, korrupció felszámolása, amit ígért, abból semmit nem tartott be. Nógrádi György pszichológussal beszélgettünk, és még egy pillanatra visszakérném a biztonságpolitikai szakértőjényét, hogy ugye Szijjártó Péternek ezen látogatása előtt életveszélyes fenyegetést is kapott, és ilyenkor érdekel engem, hogy vajon a titkosszolgálatok, rendvédelmi szervek mennyire veszik komolyan ezeket a fenyegetéseket, illetve vajon egy fenyegetésen túl mennyire volt tényleg életveszélyben Szijjártó Péter Kárpátalján? A válasz az, hogy minden ilyen fenyegetést komolyan kell venni. Ha 100-ból egy komoly, és azt elhibázzák, akkor ott tartok, hogy meghaltóvább meg, meghalt John Fitzgeraldet és lehet sorolni. Tehát ezeket komolyan kell venni. Nyilván Szijjártó Péter, mint profi külügyminiszter, ezekhez hozzászokott, és a szolgálatok a biztonságát garantálják. Lelkileg nyom terhet egyébként egy ilyen, nem most nem csak Szijjártó Péterre, hanem úgy általában mondjuk a magyar delegációra, amikor egy ilyennek az árnyékában kell menni, tárgyalni. Természetes, hiszen Ukrajnában azért légbiztonság nincs. Ukrajnában újságírókat legyilkoltak, akiknek más volt a véleménye, mint Zelenszkijnek. Ukrajnában a jogállamiság kulturáltan fogalmazva is elég problematikus, tehát Szijjártó Péter ezek tudatába kellett, hogy ki menjen az ukrajnai találkozóra. Nógrádi György, köszönjük szépen! Én is köszönöm! És már is folytatjuk az adásunkat, méghozzá itt van velünk Kis Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat! Szervusz Tamás, és köszöntöm az Ultrahang hallgatóit. Továbbra is Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter, és Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter kárpátaljai találkozójáról fogunk beszélgetni. Kezdjük az előzményekkel, mert hogy Szijjártó Péter a látogatást megelőzően kapott életveszélyes fenyegetést is. Te hogy látod, ez mennyire nyomta rá a bélyegét a találkozóra, és te, aki régóta benne is vagy a diplomáciában, meg figyeled is a diplomáciát, hogy látod, amikor ilyen életveszélyes fenyegetések vannak, az lehet kileg hogyan érinti az egyes politikusokat? Én azt gondolom, hogy Szijjártó Péter nem aggódott a tárgyalás előtt, és szerencsére ez be is igazolódott eddig, hiszen azt gondolom, hogy van miért bizakodónak lenni. Viszont természetesen megértem a magyarok aggodalmát az elmúlt héten, az elmúlt napokban, nagyon sok sajtóorgánumban jelent meg, és a közösségi média minden platformján, hogy ne menjen a miniszter, ne menj Péter, mindenki aggódott. Szerintem ez is motiválta és biztatta arra, hogy el kell menni, képviselni kell a magyar érdekeket, és ki kell egyezni keleti szomszédunkkal. Ez azt jelenti egyébként, hogy ilyenkor az a normális, hogy a fenyegetések ellenére megy az ember, és még csak fel sem merül az, hogy esetleg le kellene fújni ezt a találkozót. Szerintem, Tamás, anélkül, hogy komolyabb biztonsági titkokat osztanánk meg, nem ez volt az első fenyegetés, és gondolom nem csak Ukrajnából. Még egy közszereplő is sokat kap, egy külgazdasági és külügyminiszter főleg. Természetesen nem szabad lebecsülni a fenyegetéseket. A magyar szolgálatok is biztos, hogy foglalkoztak vele, egyeztettek az ukrán kollégákkal. Én azt gondolom, hogy pont emiatt is fokozott óvatosság és fokozott ellenőrzés volt. Sajnos a politikában ilyen van. Ezt most hatványozottan, érzékenyen érintette a magyar lakosokat, engem is egyébként, hiszen Ukrajnában háború van, és valóban a két ország közötti kapcsolat nem volt felhőtlen, mióta a háború kirobbant, annak ellenére, hogy mi magyarok azt gondoljuk, hogy történelmileg is óriási humanitárius együttműködésben vettünk részt. Akkor nézzük a mai találkozót, amely ugye Ungváron zajlott. Hogy értékeled, és egyáltalán mit tudunk, mi történt? Szerencsére túl vagyunk már a sajtótájékoztatón. Az biztos, hogy kevés dologban egyezik a két fél véleménye. Egy tárgyalási pozíció a legfontosabb, amiben egyezik a két ország véleménye és szándéka, ami motiválja, hogy a tárgyalások sikeresek legyenek, hogy a két oldalú kapcsolatokat fejleszteni kell. Ukrajnának
támogatás kell. Támogatás kell Magyarországtól az Európai Uniós csatlakozáshoz. Ukrajnának majd egyszer támogatás kell Magyarországtól a NATO csatlakozáshoz. Önmagában ez a két csatlakozási tárgyalás elegendő lenne, hogy Ukrajna változtassa a korábbi politikáját. De közép és sőt nagyon rövid távon pénz kell Ukrajnának és fegyver. Tudja, hogy Magyarországtól fegyvert nem kaphat, de ne felejtsük el, és a diplomácia is ennyire pragmatikus, napokon belül jelesül csütörtökön, Brüsszelben találkoznak újra az Európai Unió kormány és államfői, ahol nem kizárt, hogy döntés születik, de előterjesztés biztos, hogy van egy újabb 50 milliárd eurós támogatással Ukrajna részére, ami december közepén jelesül Orbán Viktor vétózott meg, mert nem érezte, hogy ez találkozna a magyar érdekekkel, illetve nem kaptunk megfelelő garanciát a transzparens források elköltésére, és arra, hogy esetleges éves felülvizsgálat lenne. Tehát az érdekeink bár különbözőek, de a kapcsolatok erősítése azonos. Magyarországnak a legnagyobb problémája, ahogy Szijjártó Péter is mondta, hogy vissza kell térni a 2015-ös jogokhoz. Honfitársaink Kárpátalján élő magyar közösség, mint egy körülbelül 150 ezer fő, ő folyamatosan az elmúlt években elvették tőlük azokat a jogokat, és ez az Zelenszkij érában is, ami korlátozták a nemzeti kisebbségek helyzetét. Természetesen nem csak a magyar kisebbségeket, de számunkra az fontos. Ilyen az iskolai jogállás, a magyar nyelven tett érettségi, a magyar nyelv használata, kultúra, és sajnos az elmúlt két évben, még a véres háborús időszakban is több atrocitás érte a magyar közösséget. Ahogy Kuleba külügyminiszter a nyilvános sajtótájékoztatón is elmondta, legtöbbet a nemzeti kisebbségek helyzetéről beszéltek a mai találkozón. Nagyon érdekes volt látni, hogy ugye Szijjártó Péterék megfogalmaztak több pontot azzal kapcsolatban, hogy milyen területeken lenne szükséges a változás, és erre azt mondta az ukrán fél, hogy akkor hozzanak létre egy kormányközi bizottságot, amely ezt megoldja, és nagyon gyors határidőt adtak ezek megoldására, 10 napot. Ilyenkor felmerül az a kérdés, hogy amit nem lehetett évek alatt megoldani, hogy ha Ukrajnának éppen szüksége van a magyaroknak a támogatására, akkor ezt meg tudják oldani 10 nap alatt. Ez volt az első gondolatom, amikor élőben követtem az eseményeket, és megjelent a sajtótájékoztató a kárpátaljai Verhovina hotelből. Gyerekkorom szovjet motorkerékpárjának a neve volt a Verhovina, te fiatalabb vagy, de vannak hallgatóink, akik még emlékeznek a kétsebességes, nagyon hangos Verhovina motorkerékpárra. Kommenteljen, akinek még van. Ahogy bőgették a lakótelepen a fiatalok, akik éppen megszerezték a vezetői engedélyt. Szóval a Verhovina hotelben pont Kuleba jelentette be valóban, hogy felállítanak egy úgynevezett operatív munkacsoportot, és hát 10 nap van, hogy a végleges vitákat lezárjuk. Ez is azt jelenti, hogy eddig is le lehetett volna zárni, de most hagyjuk a múltat, szavazzunk bizalmat, nyissunk ablakot a bizalomra és a jövőre, csak hát természetesen minden magyar azt javasolja, hogy a szúnyoghálót azért ne felejtsük le. Viszont itt merül fel az a kérdés, hogy ugye nyilván most a sorok között mégiscsak az ukránoknak az a célja, hogy február 1-én lesz európai csúcs, Európai Uniós csúcs, és ott Orbán Viktor ne vétózza meg az Ukrajnának szánt támogatásokat. Ugye folyamatban van elvileg egy Orbán Zelenszkij találkozónak a szervezése is. A kérdés, hogy csütörtökig bármi változhat-e, akár a magyar állásponttal kapcsolatban, akár létrejöhet-e egy Orbán Viktor Volodymyr Zelenszkij találkozó. Csütörtöki kétoldalú találkozóra nem látok esélyt. Látok esélyt Orbán és Zelenszkij ukrán elnök találkozójára, de csak akkor, hogyha szerintem a magyar közösség és Magyarország, a magyar kormány garanciát kapott, hogy azokat a jogokat visszakapják a magyar honfitársaink Kárpátalján, amit elvettek tőlünk. Visszatérve az Európai Unió állam és kormányfői csúcsára, az Európai Tanács következő rendkívüli ülésére február 1-én a héten csütörtökön. Én azt gondolom, hogy ha nem változik
a javaslat, azt Magyarország nem tudja támogatni. Közös hitelből nem lehet támogatni Ukrajnát. Orbán Viktor akkor is, és azután is elmondta, hogy Magyarország kész arra, hogy akár kétoldalú alapon, kihagyva az Európai Uniót és a többi tagállamot, Magyarország akár pénzügyileg is támogassa Ukrajnát, egy nagy értékben, akár a ráeső értékben, de a közös hitelfelvétel és ezt bevenni a következő 7 év gazdasági, pénzügyi tervébe felelőtlenség lenne. Egyébként pont a múlt héten Olaf Scholz, aki nagyon-nagyon ritkán támogatna bármilyen magyar javaslatot, most sem a magyar javaslatra mondta, de egy hasonló tervet dobott be a köztudatba, az Európai Uniós politikai gondolkodásba, miszerint lenne egy éves felülvizsgálat, ami jóval racionálisabb. Szerintem a diplomáciai megegyezés, a konszenzus itt kell keresnünk. Amennyiben ilyen biztosítékot kap Magyarország, szerintem hasonló feltételekkel támogatható lesz, akár már csütörtökön ez a pénzügyi csomag. Ugye, mert itt még azok a forgatókönyvek fordulnak elő, hogy akkor majd az Európai Uniós tagállamok Magyarország nélkül önálló nemzeti hatáskörben megoldják ezt a kérdést. Egyébként lehet, hogy ez logikusabb is lenne. A B-verzió ilyet is lehetett hallani, bár nem tudom, mennyire kell komolyan venni, hogy majd megvonják Magyarország szavazati jogát. És ugye az egy érdekes helyzetet teremthetne, ha Magyarországgal együtt szavaznák meg, illetve hogy vajon a háttéralkunk során Magyarország tudna-e akár a neki járó Európai Uniós forrásokból újabbakat lehívni? Véletlen sem mondanám, hogy kollégáid, mert nem, de a Politikó pénteken megírta, de tényleg annyira nincs érzékük már az íráshoz sem, hogy tényleg a veszélyek korában, miközben háborúról beszélünk minden nap, te is, elvileg ők is, azt írják a pénteken a Politikó cikkében, most utalok arra, amit te mondtál, hogy van egy nukleáris opció Magyarország ellen, tehát még a kép is beteg, miszerint megvonnák a szavazati jogot a 7-es cikk alapján, amennyiben Magyarország nem támogatja az Európai Unió csatlakozására készülő Ukrajnát. Tehát egyébként bármit írtak abban a cikkben, nem igaz. Egyébként vannak olyan diplomaták, akik ezt szerették volna, vannak olyan politikusok, akik javasolják, sőt kérték az Európai Bizottságot, hogy szigorítson Magyarország ellen, nem mint hogyha az elmúlt évek nem lettek volna kevésbé szigorúak. Én azt gondolom, hogy ez politikai provokáció, de nyugodtan mondhatjuk zsarolásnak is, hogy a szavazat megvonást ra gondol, csak a gondolata bárkinek, ettől szerintem nem kell tartani. Én a konszenzust, a megegyezést, ahogy az előbb mondtam, az éves felülvizsgálatban látom, plusz természetesen minden Európai Uniós szavazópolgár szeretné tudni, hogy erre az évre mennyit kap Ukrajna, és hogy mire használják fel. Ezt az óriási összeget, 50 milliárd dollárról beszélünk, ez 25 Magyarországon lévő nagy német autógyárnak a beruházási költsége. Óriási összegről beszélünk. Ugye Varga Judit a Fidesz Európai Parlamenti listájának listavezetője, képviselőjelölt járt nálam néhány héttel ezelőtt, és ő mondta azt, hogy jelenleg ki sincs számolva, hogy egyáltalán összegszerűen pontosan mennyi pénzre lenne Ukrajnának szüksége, illetve hogy az eddigi források konkrétan összegszerűen mire mentek el. Vajon változhat ez a tendencia? Mert ugye, ahogy mondod, ez már nem csak Orbán Viktor kérdése, hát Robert Fico is hasonlóan nyilatkozott, most ugye egy fél Olaf Scholz mondatot is hallottunk ezzel kapcsolatban, szóval megváltozhat a helyzet? Muszáj, hogy megváltozzon ezt a minden áron és mindenek felett az Európai Bizottság és a tanács elnökének a véleménye és esetleg mögöttük álló érdekcsoportoknak, ez óriási üzlet, de Európa és az Európai Unió polgárai ettől szenvednek, és hosszú távon ez Ukrajnának sem lesz jó, mert éppen nem fogja elérni ezt a hatást, kontraproduktív lesz, és azt mondják a választópolgárok, hogy elég volt. Látjuk, mit csinálnak a gazdák Németországban, Belgiumban, Franciaországban, nem lenne jó, hogyha ez átterjedne több uniós tagállamra. Az Európai Unió külügyminisztereinek, az úgynevezett KÜT-nek az első hivatalos tanácskozása idén 2 héttel ezelőtt volt, talán pont napra pontosan 2 héttel ezelőtt, ahol szintén egy 50 milliárdos, ez már egy
fegyverszállítási csomagot szeretett volna elfogadni a külügyminiszterek tanácsa a békekeretnek a terhére. Tehát igenis vannak párhuzamos ötletek, tervek, programok, nem beszélve arról, hogy több Európai Uniós politikus és diplomata is megerősítette, hogy körülbelül emiatt az 50 plusz 50 milliárd felett még egy újraépítési, újrakezdési, akár a háború után, amikor fel kell építeni a lerombolt részeket és új esélyt adni Ukrajnának, akár ez egy újabb 200 milliárd, tényleg ezt már forintba le se lehet még rajzolni, se annyi nulla lenne eurót jelentene az Európai Unió polgárai számára. Kicsit beszéljünk arról, hogy létrejöhet-e Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszkij között találkozó, és hát ugye lehet udvariaskodni, és tudom, hogy például a diplomáciai világában ez fontos is, de hogy azért azt ki lehet mondani, hogy nem most vannak csúcspontján az ukrán-magyar kapcsolatok. A kérdés, hogy egy legfelsőbb szintű találkozó ezen bármit javíthat-e? Az Ultrahang hallgatói megszokhatták, hogy mindig nagyon őszintén beszélgetünk. Nem szabad elfelejteni, erre utaltam a szúnyoghálóra. Azt mondtam, hogy szavazzunk bizalmat, de nagyon nehéz tiszta lappal indulni akkor, amikor a kárpátaljai magyaroknak egy pár hónappal ezelőtt is azt mondták, hogy ott van a pályaudvar, menjél haza Magyarországra, hogyha nem tetszik, hogy itt élsz. És joggal tartottak akár a hazatérő katonák dühétől vagy bosszújától, nem létező, mert nincs mire, de ők úgy érzik. De természetesen a kétoldalú kapcsolatok tényleg mély ponton vannak, van hova fejlődni, van honnan, de van sikerpélda. Emlékezhetünk Jugoszlávia, Magyarország, Szerbia, Magyarország kapcsolatára, és itt vagyunk 2024. január végén, és történelmi barátság alakult ki a két ország között, sőt mondhatjuk akár Vučić elnök és Orbán Viktor miniszterelnök között is, és ennek a legnagyobb haszonélvezői nem mások, mint a délvidéki magyarok, akik ott élnek. Tehát a kárpátaljai magyarok érdekében mindenféleképpen tárgyalni kell. Én azt gondolom, hogy elérhető Orbán Viktor és Zelenszkij találkozója, teljesen más hangnemet kellene megütni, mint az elmúlt két évben. Újra kell építeni a kölcsönös bizalmat, számunkra főleg ukrán oldalról. Még egyszer mondom, háborúznak a világ legnagyobb területi országával, és havonta kaptunk olyan megjegyzéseket, akár a külügyminisztertől, akár az elnöki hivataltól, akár kárpátaljai ukrán politikusoktól, amit nehéz elfelejteni, de igyekszünk. De a pozitív fejlemény, hogy Szijjártó Péter a mai tárgyaláson Viktor Mikitának kiemelte a szerepét, kárpátalja kormányzója, aki fogadta már a határnál, és együtt utaztak Ungváron. Azt mondta Szijjártó Péter, hogy a béke küldötte, és ő is segíti azt, hogy egy új kapcsolat, egy békés kétoldalú kapcsolat legyen Ukrajna és Magyarország között. Ami ha nem lenne háború, és ha nem lenne Magyarországnak, nem lenne 150 ezres magyar közösség, ez akkor is alapvető külpolitikai, nemzetstratégiai érdek. Minden országnak a szomszédpolitikája mindig prioritást jelent. Ráadásul Magyarország szomszédpolitikája természetesen egybeesik a nemzetpolitikájával a korábbi történelmi vereségeik és a rossz döntések miatt. És szerinted lesz belátható időn belül Orbán Viktor Volodymyr Zelenszkij találkozó akár február 1-ig? Ha lesz miről tárgyal, február 1-ig nem. Brüsszelben lehet, hogy megint lesz egy kézfogás, ahogy volt az argentin elnök bejutatásánál korábban. Szerintem mondjuk egy kievi kétoldalú tárgyalás csak akkor lesz, hogyha kézzel fogható garanciát és eredményeket tud akár ez a 10 napos moratórium felmutatni, amire te utaltál, amiről Kuleba beszélt ukrán külügyminiszter, hogy lesz egy operatív munkacsoport, hogy a kisebbségi kérdésekben felmerült vitákat véglegesen lezárják. Ez eredménnyel zárul, akkor szerintem sokkal közelebb leszünk a kétoldalú csúcs találkozóhoz. Akkor végezetül egy utolsó kérdés, szintén diplomácia, hogy az min múlik, hogy ki megy kihez? Ugye itt is van egyfajta vita, hogy most Orbán Viktor utazzon Kijevbe, aztán majd rendeznek neki valami légiriadot, elnézést, ez nagyon cinikus volt, de hát azért láttunk már ilyet, vagy Zelenszkij jöjjön Budapestre, szóval ki dönt ilyenkor, és van-e ennek diplomáciai üzenetértéke?
diplomáciában mindennek van üzenetértéke, még az ajándéknak is sokszor. A részleteknek, a protokollnak óriási szerepe van a későbbi diplomáciai kapcsolatokban, üzenetnek, sajtótájékoztatónak tartanak vagy nem, de nagyon izgalmas és érdekes a kérdésed, már az is fontos, hogy hol találkozunk. Ez nem mindig izgalmas, mert hogy most mi vagyunk Isztambulban, vagy Ankarában, vagy jön Erdogán, amikor egy évben már háromszor, négyszer találkozunk, vagy Alexander Vučić, az előbb említettem, részletkérdés. De például Ursula von der Leyen 2022. májusában az Euró napon felült a repülőgépére, és Magyarországra, Budapestre utazott, és onnan már egyből ment a Karmelita Kolostorba, hogy megkérje Orbán Viktort, hogy csatlakozzon Oroszország elleni tervezett olaj- és gáz szankciókhoz. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretne valamit elérni, akár házhoz is megy, idézőjelben házhoz, de most Ukrajna esetében a meghívó fél Volodymyr Zelenszkij lenne, tehát szerintem egy kijevi találkozót fognak kezdeményezni, de azt gondolom, hogy a helyszín, a kétoldalú kapcsolatok, és főleg a kárpátaljai magyarok jogának visszaállítása érdekében részemre teljesen mindegy, hogy most Budapest, Kárpátalja, Ungvár vagy Munkács, majd ha találkoznak, legyen sikeres, és adjunk esélyt egy történelmi megegyezéshez, ami egyébként már a 90-es évek elején megvolt, hiszen Magyarország volt az első ország a világon, a Szovjetunió felbomlása után, amelyik elismerte Ukrajnát, az első nagykövetség Kijevben a magyar nagykövetség volt. Hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, az európai csúcsot is, meg az esetleges találkozót is, és természetesen figyelünk akkor, és majd elemzünk akkor folytatni is. Fog. Kis Rajmund, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.